Az 1917. évi 8. törvényciknek köszönhetően kezdték meg a hősi emlékművek felállítását, melyek még ma is láthatóak országszerte. Ezt követte az 1924. évi 14. törvény, amely így hangzik. A nemzet a jövő nemzedék okulására és a hősi halottainak dicsőségére minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja. A törvénybe iktatott ünnepet a II. Világháború után eltüntették a magyar naptárból, de még az emberek emlékezetéből is, amely a rendszerváltozást követően került ismét vissza a köztudatba. 2001. június 19-én fogadta el a parlament a magyar hősök emlékünnepéről szóló törvényt, amely napra pontosan 10 évvel azután történt, hogy az utolsó szovjet katona is kivonult hazánkból. Azóta ismét minden évben megrendezésre kerül, mint politikamentes ünnep, amely alapvetően a megemlékezés szolgálja, és most már minden történelmikor magyar hősi halottainak adózunk vele. Amint az Isten országa, úgy az emlékezés országa is örökké fönnmarad. Ez a bibliai ihlettetésű gondolat 100 esztendővel ezelőtt és még utána is sokáig belengte ezt a teret. Azt a teret, ahol generációkon keresztül az első, azaz a nagy háborút követően minden esztendőben színültig volt ez a tér. Színültig volt ez a tér a fiatalokkal, az iskolás gyerekekkel, a különféle levente szervezetekkel, tele volt a pedagógus társadalommal, tele volt az emlékező és könnyező édesanyákkal, gyermekekkel, akik nem kaphatták vissza az édesapát vagy a férjet. És ez így ment egészen 1942-ig, amikor az utolsó, egyben bizonyos tekintetben első olyan hősök napi megemlékezést tarthatták, amikor már nem csupán az első világháború, azaz a nagy háború hősi halottaira emlékeztek, hanem azokra is, akiknek vérét a második nagy háború követelte.